Pupi! Haló! Szia! Szia kutyumutyú! Szia mutyumutyú! Szia mutyumutyumutyumutyú! Szia Miki! Mi a helyzet? Mit csinálsz itt? Hallod, olyan éhes vagyok, nincs valami kaját? Tudom, hogy neked itt vannak ilyen baromfi, meg ilyenek. Figyelj, épp itt vannak a csirkék. Hozzak egyet? Kéne enni valamit, ja, ja. Ó, hozzak egyet. Jó lesz? Ó, gyere, gyere. Csapó. Szevasztok. Sziasztok. Puszi, puszi. Először majd mondjak egy-két szót erről a mai eseményről. Te mit ismerkedsz? Tetszik, csak azért mondom. Na jó, na. Hát ennek az egésznek az a miértje, meg az apropója, most nem fogok főzni, ez a legnagyobb, egyébként ez a fő oka, mert képzeljétek el, hogy olyan napom volt, hogy nincs kedvem főzni, viszont enni ennék azért. Igen, éhesnek éhesek vagyunk. Igen, nem de mindig. Most valahogy nem tudom, szerintem ez a front, tudod, hogy most itt jó idő van, aztán nincs jó idő, meg havazik is már lassan megint, meg mert igen, változatos. Meg nincs elmosogatva se, köszönjük Hajninak. Köszi. Jaj, mármint, hát én a mosogató gépet hívom Hajninak, ami átmenetileg most elromlott, vagy üzemképtelen lett, valami oknál fogva. Ezt hol fogsz aludni? A Hajni mosogatógép mellett. Visszamenjél, nincs nálad kereszt, dobjál arra keresztet, akkor elmegy. Én. A mosogatógépünkről beszéltem, Hajni. Az tényleg nagyon-nagyon sok mosogatni való fölhalmozódik egy ilyen főzés során, sajnos, hát ez ezzel jár, hát most igen, ha valaki főz, az utána mosogat is, eltalában. Ha csak nincs egy Hajni mosogatógépe. Aki nem mosogat. Szóval elmentünk egy nagyon-nagyon híres, ismert, sokak által nagyon kedvelt élelmiszerlánc. Nem, gyors éttermi lánc. Ba. Hát szerintem úgy látják, szóval ja. Most ez ki, mindenki fölismeri, már színekből föl lehet ismerni, hogy ez a Burger Donuts. Ez a Kentucky FC csapata. Igazából ez egy challenge, Pupi. Igen. Én összeválogattam, azaz mi összeválogattunk egy ilyen csomagot, amit mi meg fogunk enni. Igen. Ez igazából egy ilyen 4-5 személyes. Tessék. Vagy több. Hát figyelj most, én ugye... Ha lehet mondani, nem? Végülis persze. 30 csirkeszárny, azt mondom, azt egyrészt 4 emberre adják. Akkor vannak hamburgerek, az is egy ember szerintem. Ilyen tekercs is van, vettünk? Fejenként 6-7, úgy igen. Hát úgy, hogy per, igen. Figyelj, csomagoljuk és nézzük ja, meg. Nézzük meg mindenki, hogy a személyesnek számít. Szóval itt alapból a vödör, ezt ugye mindenki ismeri. Azt a 4 darab sült krumpli jár egyébként hozzá a vödörhöz. Keszhöz. Én nem szedem ki, vagy sorból tulajdonképpen. Én kiszedem, de én ott kiszedem, mert akarok majd én szép képet ütni róluk, tudod, ahogy... Na, lakran különjük. 30 darab vegyes csirke dolog. Hát ebben van mell. Nem, ez mell. Ez csak mell, te. Hí, az a legjobb, imádom. Ez csak de mell. Nem szárnyat adtak? Nem úgy én nekem ez nem probléma. Én imádom a mellet, úgyhogy ez nekem jó. Már ahhoz is. Ez csak mell. Viszont 30 darab. Ez nem promóciós műsor. Nem. Ezért senki nem kap semmilyen pénzt. Bizonyám, ez nem szponzorált tartalom, ja. Nem, szóval a műsorban látott termékekért mi abszolút semmilyen juttatást nem kaptunk. Mi juttattunk érte. Mi juttattunk érte, nem, igen, hát végül is vettük, úgyhogy ezért mi fizettünk. Szóval nem minősül reklámnak, a lényeg nem reklám. Két sorátúta. Két burító, de ez fejenként. Kettő burító. Vagy makarika. Kivettem a makarikát. 4 darab hamburger. 4 darab hambi? Ez valakinek elfelejtett, hogy odaadni. Hú, ezt majd a gyereknek odaadom. Haha! Egy Avengers-es... Valami mit mörű? Kukorica. Egy. De várj, itt vannak nálam a te hambiai. Kettő. Akkor egy az enyém, egy... Ugye? Ha úgy rakom egyből, hogy akkor a 4 hambi az... Egy box. Hát ezt nem mondtad, hogy ez ilyen sok. Hát én mondtam, hogy azért ez a bitang, hogy... Hú-hú! Pupi! Ezzel aztán... Hát nem tudom, ez lecsúszik szerinted egy izéből? Én nagyon csodálkoznék rajta, hogyha ez lecsúszna. Súlyra mennyi? Azért ez sok. Ez mennyi. Meg mennyi kalória lehet ez? Ez nem a kalóriatáblázat, tehát még lehet, hogy menne ne szemsorja. Leveszem a tetejét, hogy lássák mindent. Mi van benne? Na, hát gyerekek. Hát te lecsúszod a püsztelemet? Miért tetni akarsz? Ja, ez egy-egy van? Igen, egy-egy. Ja, egy-egy, azt hittem kettő-kettő, akkor így, aha.
zsír. Tényleg, hogy belegyomnád a fejedetét! Szerintem kezdjük el a challenge-et, ugye ezt így itt a felező, itt a határ, itt a fal. Nem, nem, ez még ide jön. Ez nem jön. Nem már. És ez is ide jön. Most. Meg ez is oda megy. Megfelel, tessék. Jó, kérlek. Köszönöm. Na, hát akkor ez egy ilyen jó kis, hát egy laza kis ebéd, vacsi. Ja, már el is kezdte a pupi, úgyhogy nyomjuk. Jó étvágyat nektek, erőt, egészséget, kitartást. Ne zulkoljatok. Ne zulkoljatok. Ez nagyon finom amúgy. Amúgy belső zavara. Majd enném a csirke, már a salátát, mindent. Amúgy én kifejezetten szeretem ezt az étteremláncot. Hiába nem reklám. Ez nem reklám. Nagyon finom lehet az íze amúgy. Ez nem van valamilyen édes szósz ezen a salim. Olyan mangó szósz, nem? Nem tudom, nagyon jó. Ananás van benne. Kárra olvastuk, csak berendeltük. Mondtam, hogy ez jó lesz ez. Ezek közben krumplit is, hogy nehogy az legyen. Mint ami szokott. Hogy beletörik a krumpliba a bicskám. Az fog mosolytad meg ki. Majd a mosfok itt fognak krumpli rajtad meg beveled gyors. Most van egy kész. Nekem majdnem. De mindig benne a fedőt. Aha. Milyen sori ez az íze, ez a korsz próbé? Megnézem ezt a kukoricát, hogy ez mi? Kötözöm a táblázat. Ez ilyen vajos. Legalább a káposzta saláta. Sima káposzta. De finom. Főleg nyáron is akár. Valami vajjal, vagy valami, de van kemmel szerinted? Nagyon édes. Aki KFC-ben dolgozik, írja meg nekünk. Ha szeretném, mert természetesen, ha ott a nép néző a videót, akkor nincs kedve az embernek dolgozni. Nagyon meg van. Kezdem megéhezni, pupi. Látom az ilyen. Mi a kalappal? Mi? Amit megettem egy izért, hallja? A tempód. Ja? Az elfogad a normál. Maga is fehérje tartalmú. Igen, kaja. De van rizs, zöldség, szósz. Spiky! Már a spicy erőszakoskodik. Jaj! Szegény nem bír, nagyon nem bírja visszafogni magát. Nem csodálom egyébként, meg tudom érteni. Ez tényleg nagyobb, mint amit múltkor én vettem. Igen. Több méretben van.
Nem rossz amúgy. Jó, ilyen, amit én múltkor csináltam, szerintem jobb volt. Mármint... emlékeztek rá. Amit én csináltam múltkor, azok igaz. Hát, egyedül voltam, edzettem. No. Egy ilyen... hát ilyen giga budítót, az hú de jó volt. Jézusom. No. Lassan te követem a Mikit. Itt igazából nem a gyorsak számít. Ez az, hogy végig kell csinálni. Nem kell gyorsnak lenni? Hogy a hümmögünk itt. Mint amit sosem tudtuk volna. Ja. De most azt mondja, hogy helyetem be először. Azt nem tudom, hogy mivel folytassam a menetelést a burgerekkel, igazából, jó, hát mondjuk mindegy. De miért ezzel is amúgy? Hát mert amerikai hadseregbe szolgál, gondolom. Jó. És olyan ügyes volt, hogy ezredes rangig jutott. Nagyon jól lőtte le az embereket. Vagy a csirkéket. Jó. Mert olyan jól főzött, hogy... lehetséges, hogy a hadtápon volt. Ugye az volt a dolga, hogy nem harcol, hanem a életőkatonákat etette. Hadnagyként. Ezredes. Ezredesként. Szentes ezredes. Ezredes, mit csináljunk, lőnek ránk? Ne azt mondjad, mivel kéred a csirkét? Barbecue-val vagy izével? Igen, uram, igen. Barbecue szósz, fokhagymás szósz kérek, uram. Is. Mindennel is kérjük. Igazából... nehezen még vár ránk, azt ugye tudod? Most kezdődik csak ott. Most kezdődik csak a táplálkozás. Csak az erős kezdés. Azért nem jól kezdtünk. Most csak a vége. Kiszállom. No. Hihető. A klubi helyet kérdettünk volna solit inkább. Oda jobban jártunk volna, mert szeretem a klubit, csak... Sok. Mert mennyiségre sem kevés, viszont kihűl. Csak kihűlt a solit klubi, az már nem az igazi. De ez szerintem a többség így van, majd külsően jó. Nekem magam is inkább az édes burgonyát a szobban fumálom. A jó a fűszeretése.
Most arra gondoltam, hogy a hambikat rárakni a grill rapra, és újra melegíteni. Most úgy. Mikro. Nem mikrozunk. Hát szerintem az jobban a rossz rapot most pirítani fogja. A legkis apagos kérdek is. A mikro az annyiban megfogultod, hogy jó puha lesz. Most jönne sokat szikkat, mire ide értünk vele. Hagyj magadjuk a kivégezve. Na. Mere. Hulladék gyűjtő konténer. Most jól kb. Úgy, hogy felét megettem. Kb. Ha majd jó? Nem. Még a hamburgereket is meg kell. Vötöt már megettem. Vötöt már megettem. Ja, látom. Ja. És ideébre van az verseny esetleg. Vannak tervek? Vannak. Egyébként most májusban lesz egy ilyen tehetségkutató verseny, nem jössz? Mert téged már megtaláltunk, most hova? Hova kutassunk meg ilyen? Igen, én már fel vagyok fedezve. Kint lesz róla egyébként a plakát. A lehet jelentkezni bárkinek, aki szeretne amúgy. De ha nem csak enni szerettek, és nem csak enni szerettek, hanem sportolni is, akkor jelentkezzetek. Mik segít? Személyedzést is vállal. Óránként 50 ezer. Igen. Jó mondja. Itt ott már fel a gyomra, tudod. És mi nem adjuk abba. Amíg el nem dönünk, addig ezünk. Úgy is ki tudja, mit hoz a jövő. Azt sosolják, hogy elég szarvilág lesz. Minden jó lesz. Amit csak ilyen pozitív energiát kell mondod, vagy tele? Hát tényleg. Hát, de minden rendben lesz. Nekem már van egy összeesküvés elméletem, ami azt mondja, hogy gyönyörű szép jövőnk lesz. Sajnos nem arra felem mutatnak a tényet. Mondjuk úgy, hogy lesznek gyengébb pillanatok, de alapvetően pozitív irányba. Mármint, ja. Annyit leszögezhetünk, hogy a képeken minden jobban néz ki, mint a valóság. A valóságban. Igen. Hoppá. Jó, sem vagy, ne? Látjátok, hogy ver? Élő adásban. De nem élő adásban, de ver. Úgy vágt ő össze, be van photoshopolva. Jó, csak a vére hátom. Nem ebben, vagy ne? Nem, jó, köszi. nem tudom, rám jött a csuklás. Elkaptam, megfertőztél. Megfertőzik a pupi a csuklás izéjével, génjével. Na, amúgy én azért tartom, hogy szép jövőnk lesz. Na. Mert én feltételezem azt, hogy megvan alkotva az a mesterséges intelligencia, ami már az emberiség jövőjét egy jó medelbe irányítja lényegében. Mert olyan fejlettek a számítógépek, meg a szoftverek, hogy a Terminátorban mi van az a robot? Szóval a szoftver, az már lényegében már elindult. Csak nem azzal tervel, hogy most úgy dönt, hogy legyaláz minket. De hát csak egy ilyen konteó, vagy mindenki mondják, nem? Hát egy elmélet. Elmélet, hát csak egy ilyen összeesküvés elmélet. Mi volt abban az ebben a pupimélet? Mi volt ebben a budítóban? Mit tekertnénk bele? Hát, ha tudnád. Teli volt zöldség. Jaj, figyelj, persze. Az tényleg édes. Mondtam, hogy ma is beszéltünk ezekről a hobbitokról. Hobbitok? Neked a sportolás hobbi, nem? Nem. Nem, hogy pont olvastam egy cikket. Mutattam Pupinak is, hogy feltételezzük, hogy vannak ezek a kicsi emberek, tudjátok, ezek a egy méter, 10 centis. Hát ilyen ősember, igazából van is egy nevük, ez a homo. Nem tudom.
Mert az apró emberek, hogy, mert, hogy vannak ilyen feltételezések, hogy vannak ilyen kis emberek, minden tisztelet mellett én már többet is láttam. De egy külön emberi faj. Érted? Vannak ilyen feljegyzések, hogy többen látták őket a mai napig. Ott mit tudom én valahol ott a dzsungelben, ott Puerto Rico környé, nem tudom. Ott a ganja mezőkön, tudod. Merre most? Az emberi faj az hogy van? Most van több emberi faj, vagy ezt hogy működik? Én az emberi fújt. Emberszabású vagy az hogy van? Hát, miért nem az vagy? De emberszabású vagyok én is. Most eléggé masszívan lettem szabva, de az vagyok. Hú, amúgy én megettem a burgereket is. Úgyhogy. Nekem már csak kettő krumpli van, meg egy vödör csirkém. Csak. A 30-as csirke van hátra. Nem mondok semmit. Drukkolsz? Uh-huh. Már a salit, és akkor befejezem. Na. Hát, most azon agyaltam, hogy ugye mondjuk úgy vannak hagyományos értelemben vett emberi fajok, a csoportok, vagy nem tudom, hogy nagy félreértetően fogalmaznak. Ja, mondjuk, hogy vannak a különböző rasztok. Igen. Nem, mint ugye ember, vagy hogy mondjam, ugye egyedül vagyunk, nincs olyan, hogy mondjuk, mint a német juhász, meg a tacskó, vagy hogy mondjam. Hát úgy van, igen, tudom, mit mondasz, hogy így, így a fajták, vagy hogy mondjam, mint a kutyáknak faj, hát az. De mert ugye az ősember nem egy ősember volt, tudod, nem egy fajta. Igen. Volt több. És az, ezek keveredéséből alakult ki ugye mai emberi faj, hát ez is van több rassz, egy rassz. Úgy tudom, hogy egy kiinduló van Afrikából, ha tévedek, hát, elítettük ki. Oda izélik a ős, közös őst, igen, azt oda teszik Afrika környékére, igen. Több hullámoztunk ki. Nem mondom? Így izélik. Ment a tömeg. Hullámtuk a tömeg. Érik volt, egy foci meccs volt. Na, érdem, az éjjel soha nem érhet vége. Arra zölt egy barca, akkor most menjünk, csapassuk. Na és hogy igazából ugye aztán, hogy lehet sok különböző, de például mint macskáknál ugye van a tigris, a házi cica, az is mind macskaféle, de ugye még egymással már nem tudnak szaporodni se. Hogy akkor az a apró növésű ember, akire te gondolsz, az olyan, mint mondjuk a cica meg a tigris találkozása, vagy? Hogy? Mármint, hogy ő... Mondjuk egy ilyen hobbittal te tudnál szaporodni? Például? Hát miért tudnék? Nem tudom. Hát nem tudom, mert... Hát de most miért? Figyelj, lehet, hogy tök jó fel, jól tud sütni, főzni, mosogat is. Na? Ja, hogy őt is tud? Hoppá! Egyből más a helyzet. Ja. Ilyen hobbit fajta emberek, ezek a homo, nem tudom miknek a jelentkezését várjuk. Itt lesz ki a hobbit telefonszáma. Jaj, veszélyesek vagyunk. Mert megállt a felvétel, ugye, mert limitált ideig tud lenni. Kemény 20 perc. De ezt eltudmutattuk el ideig összesen. Nem, már 30, mert most más film átállított egy másik. Igen? Másik formátumban, ugye 30 percet tud lenni. Bocsánat, tévedtem. Hát én ezt látom, biztos, hogy lesz vágás benne, úgyhogy nektek ez nyilván nem ennyi lesz. Na, mikor akkor mire jutottunk? Arra jutottunk, hogy rohacsokkalóriát eszünk meg. Most, jelenleg. Ezt, amit itt láttok. Az mennyire? Mi lehetett? A hagymakarika sincs beleszámolva. Mi tényleg? Azt sem számoltuk. A hagymakarikát nem számoltuk, a koricát nem számoltuk, illetve ezt a kaliforniai boxot. Hívjuk kaliforniai boxnak. Ők nem tudjuk menni, ezen kívül, amit itt láttok előttem, ez 10.000 kalória körül van. Hát ez a 7 ember az reális, nem? Most egy embert átlagban számunk 1500-1700-al. Amikor szerintem azok ki mondja részt, na. Elföldteket csapom.
Ez így már egy nyögvenyelős lesz. Ha már mész, Miki. Mit kell? Inni vagyok, kérnék szépen. Itt már nem lehet újra tölteni amúgy. Ez nem KFC, nálam. Nem repüles? Ez nem gondolod. Ma megyek újra tartó. Mi? Köszönöm te. Hallod? Hallod ezt hangot? Nagyon nézd. Ja, elkezdett az esni az a fos. Igen. Megmondom őszintén, hogy én ma annyira nem vonzódom ehhez az étekhez. Hát figyelj, akkor mit mondjak, le vagyok maradva még két hamburgerrel. Krumpiról ne is beszéljünk. Jó, én most előre lelövöm a poént, a krumpiból szerintem nekem maradni fog. Én most lehet, hogy krumpival fogok végezni, hallod? Micsoda tiszta meglepetések vagyunk, Pupi. Hogy kapok egy kis majonézt ide? Nem tudom, gyerekek, az a... Mennyit ettem meg? Tizet? Durván. Nem tudom. Az nem annyit sem, nem tudom. Ez most már így kezd rajtam kifogni. Hát, ez nem fogom megtenni szerintem. Nem kívánom már. Nem tudom. Nem adhatok fel. Miért? Miért? Mert a sportoló vagy, és egyszer egy ismerősöd azt mondod, hogy de lehet, hogyha kihívás van, akkor kihívás. Nem tudom, és most meg... Hú, várj nekem. Ne. Kezd egyre jobban elnyomni, hallod az izé. Nem szabad megállni, az a lényeg. Nem hagyhatod abba. Pupi, arra fáradt vagyok. Olyan álmos vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire hallatszódik be, mert kegyetlen hangosan esik az eső. Lehet, hogy gerjed is. Most ugye kicseréltük a kábelt, úgyhogy nekünk ez egy teszt. Mert a múltkori videóban, ugye a tekás videóban rohadtul gerjedt és nagyon sercegett így az egész, nem volt jó hangminőség. Viszont ez tényleg ez egy profi cucc, úgyhogy hát profi, hát mindegy, ez egy jó minőségi cucc, inkább azt mondom. És hát ez furcsa, hogy ez így itt nem igazán akar működni jól. Ugye a felhetelője ez profi, csak a használója nem. De amúgy ja, úgy kéne, ja, hogy ez, mert ide beszélsz. Ja, bocsánat. Nem azért nem esszük meg, hanem az eső bírunk, hanem az eső miatt, mert ugye itt nem lehet hallani rendesen, amit beszélünk, belezúg, és annyi, de annyi probléma adódott. És így, ez így a hallás, hogyha ugye zavar a hang, idegesít az eső hang, és ez rámegy a gyomorra. Gyomorideget okoz, beszűkült a gyomor egyszerűen ettől a stresszes időjárástól, igen. És nem csúszott le a husi. Ja. Én meg mert tiszta idegben vagyok, hogy fogok hazajutni. Ő meg igen, hát ő meg a még... A busz nem tud eljönni, vagy valami vízmosások keletkeznek. Nem, most már csónak jön. Kompár. Ezért tudod, gályázzák, mint a izéket a hajóval. Ezt még akkor egy húzóra. Szavasz, Pupi! Jól, Boris, de hát ide is oda mutat a üveset. Megettem. Még nyelvem se kell hozzá, hogy legyen. Jó kaja, meg szeretem, és szó se róla. Hát igen, itt a végén az a baj, mert tényleg itt ülünk kint egy órája. Kiszáradt, kiszikkadt. Ez a csirke, úgyhogy ez már így nem... Még meg is enném, csak az a baj, hogy ez a kényszerevés most már nekem az tényleg egy kicsit tudod, hogy hát most tényleg leülnék ott, hogy filmezni, és ezt így lassan elcsipögetném egy két óra alatt, viccen kívül. Szerintem egyébként még én is meg fogom ezt tenni este. Leülök már a filmhez, és szerintem ezt még így majonézzel el fogom így nyomnyogni. Most az, hogy itt üljünk, és benne van emberbe ideg, az, hogy meg kéne enni, meg kéne... A krumplit az nem nagyon lett, hogy amúgy. Mi? Nincs is krumpli, miről beszélsz? Nézd, látsz benne? Ja, mert tényleg nincs amúgy. Nincs egy krumpli. Hát srácok, nálam a krumpli nem nyert. Az a baj, ha kiül, mert nincs hozzá annyira kedvem, és a csirke mellett jobban szeretem. A pipicicit. Nem volt rossz. Igazából nagyjából erre számítottam, amikor kipakoltunk.
Még amikor megvettük a KFC-be, akkor nagyon lelkes voltam. Azt mondtam, hogy mi? Hát én ezt... Igen. Na, mik az ügyek? Most egészet megeszem egyedül, gyerekek. Ez... micsoda. Nem kívül. És amikor kipakoltuk az asztalra, akkor már egy... Egy kisebb szívgört. Nem? Mert mi rám izélt a víz? Ázik. Hát, pupi! Ha van egy jó... Van, aki, van egy köztetek, egy remek ács, ügyes ács. És most nem sem segítene, amik kinek tetőt cserélni. Léci, szponzoráljatok meg egy tetőbe! Dobjuk össze! Ázik a busz megálló, hát ez a busz megálló, nem is az egyik. Úgyhogy a önkormányzathoz benyújtjuk az izét, kérelmet, hogy... Csinálják meg a busz megállót. Azért egy busz megálló is így beázik, hát szégyelj magukat. Köszöntjük szépen mindenkinek, kövessetek minket a többi videóba is, mert vannak még ötletek. Ha... Megyünk a Mekibe is. Arra is. Minek? Most menjünk? Most! Jó, vegyük fel akkor most! Az a szar, hogy nem lehet egy nap több izét fölvenni, mert azokat nincs annyi gyomrod. Azon gondolkozok, hogy műtéttel rakatok ide egy gyomrot, még egyet. És akkor tudod, megtelik, lecsatolom, kiürítem. Hát én megoldom, adj egy bököt, várjuk, hogy egy kis lyukat, azt kifolyatjuk, kivezetjük. Villában meg tudod? Sokáig, meg lehet, de sokáig fog tartani. Ja, nem rozsdás, úgyhogy nem jó. Erőt, egészséget, egyetek, nagyot nőjetek, nagyra erősödjetek. És sportoljatok a kaja mellett, mert... Spóroljatok. Megspóroljatok is, mert... Főleg, hogy ezt akarjátok enni. Köszönjük szépen, szevasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok! Kapd el a pupit, kapd el a gazdit! Mi van? Hol van? Hol van a lője? Kapd el!